következőkben a táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a keringés főbb szerveiről fogunk beszélni. Kezdjük először a táplálkozással. A táplálkozás során különböző anyagokat veszünk magunkhoz, amik szükségesek a szervezet felépítéséhez és életműködéséhez. Emésztőrendszerünk feladata, hogy kiszűrje, mely anyagok szükségtelenek vagy hasznosak nekünk. A hasznos anyagok felszívódnak, beépülnek sejtjeinkbe vagy szerveinkbe, azokat az anyagokat azonban, amiket nem tudunk megemészteni vagy feleslegessé válnak, emésztőrendszerünk eltávolítja. Az emésztőrendszerünk három részre osztható. Nézzük először is az első szakaszt, az elődélt. Itt történik a tápanyag felvétele és fizikai feldolgozása. Ennek első állomása a szájüreg. A szájüregbe találhatóak a fogak, amik a táplálék aprításában vesznek részt. Egy felnőtt embernek 32 darab foga van. A metszőfogak a harapást, az őrlőfogak a rágást végzik. Továbbá 4 darab szemfogunk is van, de emberben ezeknek nincs nagyobb jelentősége. A szájban termelődik a nyál. A nyál szerepe többek között, hogy a falatot összetapasztja, a nyelv pedig ezt a folyamatot segíti. Ezután következik a garat, ahol a nyelőcső és a légcső keresztezi egymást. A falat a nyelőcsőbe jut, ami mozgásával segíti tovább juttatni a falatot, és így ér a gyomorba. Ez az előbélnek az utolsó szakasza. Itt megkezdődik a táplálék emésztése a gyomornerv segítségével. A gyomornerv abban is különleges, hogy a táplálékkal bekerült kórokozókat, illetve idegen anyagokat elpusztítja. Második szakasza az emésztőrendszerünknek a középbél, más néven a vékonybél. A vékonybélbe ömlik a máj és a hasnyálmirigy emésztőnedve, valamint a vékonybél fala is termeliek. Ezeknek a segítségével folytatódik a tápláléknak a megemésztése, valamint itt már elkezdődik a hasznos anyagok felszívódása. Ezt a folyamatot, a felszívódást a bélbolyhók végzik. A felszívódott anyagok a vérbe kerülnek, és az elszállítja őket a szervezetünk különböző részeire. Emésztőrendszerünk utolsó szakasza az utóbél. Ide kerül az emészthetetlen táplálék, amit csalakanyagnak hívunk. Két szakaszból áll, a vastagbélből, illetve a vékonybélből. Itt még történik vízfelszívás, azonban emésztés már nincsen. A végbél az utolsó állomása emésztőrendszerünknek, ebből széklet formájában ülnek ki a felhasználatlan és felesleges anyagok. Nézzük meg a képen újra a táplálék útját. A táplálék a szájüregen keresztül bekerül az emésztőrendszerben. A fogak, a nyál és a nyelv segítségével falat formálódik. A falat keresztül megy a garaton, majd a nyelőcsőből a gyomorba jut. A gyomorban megkezdődik az emésztés. Innen a falat a vékonybélbe kerül, ahol a máj és hasnyálmirigy nedvei tovább emésztik a falatot, de itt már a tápanyag felszívódása is történik. A vékonybélből a vastagbélbe kerül az emészhetetlen anyag, ami a végbélnyíláson keresztül távozik a szervezetünkből. Most nézzük a légzésnek a legfontosabb szerveit. A tüdőben történik a gázcsere, amiben oxigént veszünk fel a környezetből és széndioxidot adunk le környezetünknek. Az oxigén elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezetünk összes sejtje működni tudjon. A légzőszervrendszer is csak úgy, mint az emésztőszervrendszer több szervből áll. Ahogy a képen is látjuk, az orrüregből, a garatból, a gégéből, a légcsőből, a főhörgőkből, illetve a tüdőben található hörgőcskékből és légkólyagokból. Az orrnyíláson keresztül jut a levegő az orrüregbe. Az orrüregben a levegő megtisztítása és felmelegítése történik. Az orrüreget a garat köti össze a gégével. A gégében helyezkednek el a hangszalagok, amiknek a hangadásban van szerepük, valamint a gége része, a gégefedő az, ami megakadályozza, hogy a falat véletlenül a légcsőbe kerüljön. A légcső szintén részt vesz a levegő megtisztításában. A légcső végül két főhörgőre válik, amik a tüdőbe vezetnek. A tüdőben a hörgők további hörgőcskékre oszlanak. A hörgőcskék végein találhatók a szőlőfűrszerűen elhelyezkedő léghólyagok. A léghólyagokban rengeteg kis ér található, itt cserélődik ki a széndioxid és az oxigén.
Az oxigén bekerül a véráramba és eljut a szervezetünk összes sejtjébe, míg a széndioxid kikerül a levegőbe. Fontos megjegyeznünk, hogy a tüdő nem magától mozog, hanem a mellkashoz tapadó izmok mozgatják azt. A kiválasztás. A táplálékból kiszűrt, felhasználatlan és káros anyagok egy részét a már korábban említett emésztőrendszer választja ki. Egy másik részét azonban a kiválasztás szervrendszere szűri és üríti ki a szervezetből. Ezt a kiválasztást a vesénk végzi. A vese a beleérkező vért folyamatosan tisztítja. A kiválasztott folyadékot hívjuk vizeletnek. A vizelet azonban nem csak bomlás terméke, de a szervezetünknek fölösleges vizet is tartalmazza. A vese kéreg állományában történik a vér szűrése, majd a velőállomány vékony csatornáin keresztül a vizelet belejut a vesemedencébe. A tisztított vér tovább megy a veséből más szervek felé, a vizelet pedig a vesemedencéből a húdvezetéken keresztül a húgyhólyagba jut. A húgyhólyag egy tágulni képes szerv, ezért egy ideig itt tárolódik a vizelet, majd a húgcsövön keresztül ürül a külvilág felé. Utolsó állomásunk a keringés. A keringés összeköti egymással a szerveket, biztosítja köztük az anyagcsere forgalmat. A sejtekhez oxigént és tápanyagot szállít, a széndioxidot és egyéb felesleges anyagokat pedig elszállítja a sejtek környezetéből. A keringési rendszer központja a szív, ami két pitvarból és két kamrából áll. Attól függően hívjuk jobb és bal oldalinak, hogy a test melyik oldalán található. A szív ritmusosan húzódik össze és elnyer el, így mozgatva a vér. Először a két pitvar, majd a két kamra húzódik össze. Innen indulnak a tüdőbe, valamint a test többi szervébe az erek, valamint ide is érkeznek vissza. A szívben találhatóak billentyűk, amik azt segítik, hogy a vér egy irányba áramoljon, tehát hogy ne tudjon visszafelé folyni. A szívből indulnak ki a verőerek, más néven artériák, amik egyre kisebb ereké, úgynevezett hajszálereké ágazódnak. Ezek a hajszálerek gyűjtőerekben, vagyis vénákban folytatódnak, és ezek a gyűjtőerek szállítják vissza a vért a szívbe. A verőerek többnyire oxigénban dús vért szállítanak, a szervezet többi sejtjének, a gyűjtőerek pedig az elhasznált vért szállítják vissza a szívbe, ahonnan majd a tüdőbe kerül, hogy újra friss oxigént vegyen fel. A nyirokkeringés átszövi az egész testet, és ugyanúgy áramlik, mint a vér, csak egy kicsit lassabban. Feladata, hogy a folyadékot, ami a hajszálerekből vagy a nagyobb erekből kiszivárog, azt visszavezesse az érhálózatba. Emellett a nyirokerek mellett találhatók a nyirokcsomók, mint például a mandula. A nyirokcsomók egyfajta védelmet jelentenek, azt ellenőrzik, hogy van-e idegen test vagy kórokozó a szervezetünkbe. Ha találnak ilyen kórokozót, akkor beindul a védelmi hálózat, és elkezd védelkezni a szervezetünk. A nyirokkeringés úgy néz ki, hogy a nyirokerek a sejtek közül összeszedik a kiszivárgott folyadékot, és belevezetik a nyirokvezetékbe. Ez a nyirokvezeték pedig a szív közelébe, egy gyűjtőérbe fog torkolani, tehát így jut vissza a vérkeringésbe.